Továbbra sem tapasztalható ugrásszerű növekedés, egyenletesen nő Magyarországon az új koronavírussal fertőzöttek száma, mondta az operatív törzs keddi tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. 2649 fertőzött személyt tartunk nyilván ma Magyarországon. 291-en sajnos elhunytak. Az ő betegségük, illetve az egészségi állapotuk olyan súlyossá vált a fertőződést követően, hogy minden igyekezet ellenére az egészségügyi ellátás sem tudott segíteni rajtuk. Ugyanakkor örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy 516-an gyógyultak meg már a betegségből. Számítunk rájuk. Az elmúlt napon 80 levelet küldtem ki azok részére, akik nagy valószínűséggel átestek a betegségen úgy, hogy súlyosabb tüneteik voltak, és alkalmassá válhattak arra, hogy termelődött elégséges mennyiségű ellenanyag a szervezetükben, így lehetőséget is kapnak arra, hogy akik jelen pillanatban súlyos állapotban, gyógyulóban vannak, segítsenek rajtuk. 976-an vannak ma kórházi kezelés alatt, és közülük 49-en lélegeztetőgépen súlyos állapotban. A mintavételek száma már a 67.172 darabot ért el. A járvány görbét figyelve és elemezve napok óta azt látjuk, hogy egyenletes a növekedés, tehát nem nő jelentősen a fertőzöttek száma. Minden bizodalmunk megvan abban, hogy valóban el tudunk érni egy egyensúlyi helyzetet, ahol nem emelkedik már jelentősen az újabb fertőzöttek száma. Óriási a csapadékhiány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A napraforgó és a kukorica vetése már a végénél jár, azonban a szárazság, a szél és az öntöző csatornák hiánya miatt jelentős problémák lehetnek a magok csírázásában. Ez pedig az idei hozamokra is rányomhatja a bélyegét már az év elején. Nagyon súlyosan akadályozza most már a munkálatokat is, illetve a kilátások se olyan fényesek, mint mondjuk előtt két héttel még nagyon reménykedtünk abba, hogy ez a csapadék hiány nem fog így elhúzódni. Nagyon vártunk a múlt hét végére egy 2-3 napos csapadékos időt, amiből Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajnos úgy kimaradt, hogy van, ahol még nyomaiban sem jelentkezett, de ahol volt is csapadék, a 3 mm-t se ért el, ahol legnagyobb eső volt is. Ez azt jelentheti most itt a tavaszi munkáknál, hogy rettenetes nagy költséggel tudjuk a magágy előkészítést elvégezni. Több műveletet kell alkalmazni ahhoz, hogy olyan legyen a talaj, hogy abba a magot el lehessen tenni. A másik nagy probléma pedig addig kevergessük ezt a felső réteget, hogy még azt a kevés csapadékot is elpárologtatjuk belőle, ami volt. A vetéssel jó ütemben haladtak a gazdák, mivel időben el lehetett kezdeni a munkálatokat. A napraforgóval például már végeztek is, azonban vannak olyan kukoricák, amelyeket csak azért nem vethetnek el, mert a homokos területeken a szeles idő miatt tartani lehet tőle, hogy eső hiányában ki sem kelnének a magok. A kalászosoknak is nagyon hiányzik. Még szerencsére, aki korán kiszólt a műtrágyát, azoknak volt is annyi csapadék, hogy a műtrágyát fel tudja vetni, de akik később szólták ki, az se tudott hasznosulni, úgyhogy most nagyon nagy igény lenne a csapadékra. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem szaporodott el így az öntöző területek, egy méter öntöző csatorna sincs a megyében. Pedig az egyenletes sarjadáshoz, egyenletes csapadékra vagy öntözővíz utánpótlásra lenne szükség, tette hozzá Rácz Imre. Évek óta problémát okoz a tavaszi szárazság, azonban az öntözés, a vízvisszatartás, illetve a csatornákon keresztüli öntözés továbbra sem megoldott a megyében, mondta el az Agrárkamara helyi elnöke. A jó idő beköszöntével minden évben előkerülnek a lapátok, gerebjék és más kerti eszközök. Idén sincs ez másképp, sőt a saját akaratból, elővigyázatosságból vagy muszájból négy fal közé szorított emberek közül is egyre többen menekülnek ki a kertbe a családi házak esetében.
Mondhatni divatba hozta a kertészkedést a koronavírus járvány, ettől függetlenül országszerte a kertészetek is csökkenő keresletről számolnak be. Ez a nyíregyházi áruház még a szerencsésebbek közé is tartozik, mert bár döcögősen indult számukra a március, és a járványhelyzet elején kevesebb vásárlójuk volt, azóta megindult a forgalom, és nagyjából tudják hozni az egy évvel ezelőtti szintet. A nyitvatartást érintő korlátozás alól ugyanakkor a kertészetek sem jelentenek kivételt, vagyis korábban be kell zárniuk. Viszont nekünk annyi szerencsénk van, mivel hogy viszonylag nyitott térben vagyunk, hogy a nyugdíjasokra való korlátozás az nálunk ez nem igazán fontos, így bármikor, bármilyen korosztály látogathatja az árudánkat. Az óvintézkedéseket persze mi is próbáljuk figyelembe venni, ugye itt a szociális helységek, kasszapult, illetve a bevásárló kocsiknak a fertőtlenítését tudjuk megoldani, ezekkel tudunk esetleg a vírus ellen védekezni. Mivel most sok olyan ember is a kertben serénkedik, és ásót, locsolókannát ragad, aki korábban ezt nem tette, az áruház vásárlóinak összetétele is kicsit megváltozott az elmúlt hetekben. Inkább az a jellemző most, hogy főleg az ilyen közép korosztály, tehát a 30-as és mondjuk a 40-es évek között lévők, akik úgymond vagy home office-ban dolgoznak, vagy valamilyen egyéb indok miatt több a szabad idejük, ezáltal úgy vannak vele, hogy többet vannak otthon, próbálják a kertjüket is szebbé tenni. Így ez a korosztály, aki úgy látványosan többen járnak bevásárolni. Azért a nyugdíjasok is eljönnek, ugye mindenféle otthoni kis szükségletüket, virágföldet, vetőmagokat, vagy ami éppen a mindennapjaikhoz a későbbiekben fontos, azokat azért szokták vásárolni. Vannak azért, akik családosan jönnek, de nagy többség azért megpróbálják betartani, hogy egy, maximum kettő ember jöjjön el egy családból. A dísznövényágazat és a virágkereskedők már nincsenek ilyen jó helyzetben. Nem ritka, hogy a növények jelentős részét meg kell semmisíteniük, ugyanis egyszerűen nincs kinek eladni, az árak pedig sok helyen töredékükre estek vissza. A Magyar Nemzet cikke szerint a mérsékelt kereslet hatására az éves árbevétel 60-70%-át bukhatják el a termelők és a kereskedők. Az e-learning oktatási módszer napjainkra már nagyon sok területen elterjedt, igaz ez a Crestan folyamokra is. A tanulók ma már otthon, a számítógép előtt ülve végezhetik el a tanfolyamot, és készülhetnek fel a vizsgára. Ez különösen hasznos lehet a jelenlegi helyzetben, mert a vizsgák ugyan felfüggesztésre kerültek, de miután sokan otthon ülnek, és sokkal több szabad idejük van, mint általában, most elkezdhetik a tanulást. Gyakorlatilag a KAV, mint vizsgaszervező vizsgaközpont, felfüggesztette az elméleti és a gyakorlati vizsgáztatást. Igazából véve így semmilyen jellegű jogosítványhoz kötődő vizsga nem zajlik ebben a szakmában. Az ITM igazából véve a gyakorlati oktatást nem függesztette föl. Papírforma szerint lehetne oktatnunk, hiszen az oktató ugye a munkába járáshoz beülhetne az oktatójárművével és dolgozhatna. Viszont ugye a tanulók szemszögéből, ugye a jelenlegi jogszabályi háttérre, ugye a kijárási korlátozás viszont a tanulók részére tiltja, hogy beüljenek egy oktatójárműbe. Úgyhogy jelen állásfoglalás szerint sajnos ugye a gyakorlati oktatás is megállt és nem folyhat. Az e-learninges tanfolyam ugyan megoldás a Kressz vizsga felkészülésre, azonban itt is alkalmazkodni kellett a jelenlegi helyzethez, hiszen maga a tananyag hozzáférése és a vizsga letétele időkorlátokhoz volt kötve. 9 hónapon belül kellett elvégezni a tanfolyamot, és 12 hónapon belül kell az elméleti vizsgát letenni. A közlekedési alkalmassági és vizsgaközpont állásfoglalása alapján, ameddig tart ez a helyzet, annyival tolódnak ki ezek az időpontok a vizsgázók számára. Nem szeretnék, ha emiatt bárkit hátrányérne. Ha valaki kivár, és akkor azt mondjuk, és nem akarok időpontot mondani, hiszen még a hivatalos formában sem láthatunk időpontot, de és akkor kezd el egy e-learninges képzést, ami azzal nem jut előrébb. Most pont az az időszak van, ahol otthon vannak, ugye mindenki keresi az egyéb tevékenységeket, hogy ne kelljen közösségbe menni.
Én úgy gondolom, hogy minden további nélkül meg lehet csinálni az e-learninges képzést, mert ugye a 9 hónap 1 éves határidő azért az nagyon hosszú idő, tehát addig biztos, hogy nyilván be fog indulni a vizsgáztatás, úgyhogy megszerzik az elméleti vizsgát, a gyakorlati vizsga, az pedig úgyis a sikeres elméleti vizsgától számít majd, hogy 2 éven belül ugye sikeres gyakorlati vizsgát szerezzen. Tehát igazából éve e-learningen minden további nélkül úgy gondolom, hogy bátran és nyugodtan lehetne beszállni a képzésbe. Az első jogosítványt megszerzőknek az állam továbbra is támogatást nyújt a 20 év alattiaknak, ami a CRESZ tanfolyam és a vizsgadíjának visszatérítését jelenti. Ezzel is hozzásegítve őket a könnyebb munkába álláshoz. A gyakorlati oktatások folytatásának lehetőségéről a napokban születik döntés. Nem állhat meg az élet, minden feladatot el kell látni az önkormányzatnak. Így fogalmazott Márta Mihály Tibor, Fényes Litke polgármestere. A település vezetője elmondta, a fertőzés veszély csökkentése érdekében a lehető legtöbb embert ellátják védőfelszerelésekkel, így a mindennapi ügyek intézése és a község ellátása is zavartalanul működik. A lakosságunkat első körben maszkokkal láttuk el először, aki közvetlenül az egészségügyet, a közférában dolgozókat, a helyi boltosokat, üzemeket, tehát akik élelmiszert állítanak elő, azokat a munkatársakat láttuk el maszkkal. Itt házilag készítjük különben fényesütjén, illetve utána pedig az eljáró fényesütkieket, tehát tudok, akik eljárnak a községből. Aztán azokat, akik például van olyan üzem, ahol kisváriak is dolgoznak, de azoknak is adtunk először az üzemnek, hiszen az a lényeg, hogy ne hozzanak be esetleges fertőzést a községbe. Tehát védjük őket is, meg ezáltal ők is visszavédenek bennünket. Most Németországon megrendeltem 5000 pár kesztyűt, minden felnőtt 18 év fölötti kap 2 párat. Ez mosható, tehát tappanat tisztel fertőtlenítő, többször használatos. A polgármester hozzátette, nem látta szükségesnek, hogy különös szigorításokat léptessen életbe a településen. Mint mondta, a lakosság betartja a kormány által előírt intézkedéseket. A legtöbben most olyan háztáji feladatokat látnak el, amelyekre korábban kevésbé volt idejük. Én úgy hiszem, hogy vidékre elegendő az, amit a kormány elrendel. A városoknál ugye nekik eleve lehetőségük is van, hiszen saját rendőrségük van jelképesen mondva. Tehát a rendőrség ugye be tud segíteni városnál, nálunk falunál. Felesleges nekem olyan korlátozást létrehozni, elrendelni, amit nem tudok betartani. Tehát komolytalanná teszi az egészet. Úgyhogy mi megtartjuk azt, meg azt kérjük a lakosságtól, minden nap kapja az információt a lakosság, nem papíralapon, hogy azzal se kontaktáljunk a lakossággal. Kapják ott folyamatosan az információt a napi adatokról. Nálunk hála Istennek fertőzött, gyanús 2 volt, de negatívak lettek. Ez idő alatt a többiek a hatósági karanténosok, illetve önkéntes karanténosok voltak. Most jelenleg 3 hatósági karanténosunk van, de ez mind egészséges, tehát folyamatosan jelezzük a lakosságra, hogy ők egészségesek. Nem kell pánikolni, inkább azt mondtam, hogy jobb félni, mint megijedni, de kellő óvatossággal kell ezt kezelni. Fényes Litkén jelenleg közlekedésbiztonságot javító fejlesztések folynak a helyi általános iskola közelében. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a projekt befejezéséhez szükséges a források átcsoportosítása, ám nyugodta felül, hogy idejében elkészülnek a munkálatokkal. A koronavírus miatt már március közepe óta otthon vannak, akik csak megtehetik, vagy akik erre kényszerültek. A Móricz Zsigmond Színház színművészei is pihennek egy ideje, sokan közülük új hobbit kezdtek, vagy épp régi álmaikat valósítják meg. Dézsi Darinka például hosszú évek óta szeretett volna elkezdeni festeni, a karantén pedig lehetőséget teremtett neki erre. Most végül is azt találtam ki, hogy így szép lassan a kollégákat elkezdem lefesteni, úgyhogy én most nem mutattam meg, akiknek már kész a skiccem, ugye van, akik már nyomtatványi kövvel kezdtem. Volt egy annyira jó pózban egy portréképe, ami nagyon meg is lettett, és hát ezt már odaadtam, úgyhogy ezt nem tudom most megmutatni, de az a célom, hogy így lefessem a kollégákat. A színésznőnek a festés aktív kikapcsolódás, emellett pedig 2 zenekarnak is tagja. Akár pedig nem is, az Orpheum Madams koncertjeit is lemondták a járványhelyzet miatt, és próbálni sem tudnak úgy, ahogy szeretnének. Az utóbbit egyelőre teljesen szüneteltetik, akár pedig nemmel azonban még télen felvettek néhány új dalt, azok utómunkáit most van idejük elvégezni. És a színházi feladatok sem álltak le teljesen. Vannak ilyen apró feladatok, amit már így kiosztanak minden hétre. Nekem már volt egy énekórám, a Sweet Charity kapcsán. Úgyhogy a héten például aranymetszés szöveg összemondó próbánk lesz,
ez tervben van, hogy ezt majd rádiójátékban megcsináljuk, úgyhogy hát most erre készülök, holnap megyünk majd szövegösszemondó próbára, úgyhogy érdekes lesz látni embereket 3D-ben. Addig is párjával Karab Zoltánnal otthon vannak, és ha idejük engedi, közösen jogáznak, vagy verseket zenésítenek meg, és azzal szórakoztatják barátaikat a közösségi oldalakon. Morba, harbás, markas elemzésbe, nagy szerelemben, nagy szerelkezésbe. Köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt 24 órában számtalan közúti közlekedési baleset történt a megye területén. Két esetben személyisérléssel járó balesethez riasztották a mentőket. Balkány belváros, motorkerékpáros sérült meg balesettel kapcsolatosan, akit ellátás követően kórházba szállítottak. Majd tegnap délután a 41-es számú főútvonalon Apagynál történt egy közúti közlekedési baleset, amikor egy személy megsérült, ott is ellátás követően szállították kórházba a sérültet. Több anyagi kárral járó baleset ehhez is kértek rendőri segítséget, rendőri intézkedést, gyakran fordult elő főútvonalakon baleset, illetve körforgalmi csomópontban. Nagyon fontos, hogy a járművezetők tartsák be azon szabályokat, hogy a körforgalmakban, amikor vasúti átjáró közelében pirosat mutat a fényjelző berendezés, akkor ne állják el a körforgalomnak az ívét, mert ezzel a folyamatos haladást, illetve a csatlakozást akadályozzák, illetve gátolják. És Csapó Ruda tört le egy gépjármű, tegnap délután a Záhony-Nyíregyházi fővonalon. A járművezető szerencsére jelezte az esetet a rendőrség felé, a rendőrség pedig helyszínelt és vizsgálta a körülményeket. Rengeteg a mezőgazdasági gép a megye területén, elsősorban főútvonalakon, alsóbrendű útszakaszokon közlekednek. Felhívom külön a mezőgazdasági gondtartványvezetők figyelmét a szabályok betartására, hogy rájuk is kötelező kivilágítani a jármű szerelvényeket, és a forgalomban úgy venni részt, hogy a szabályoknak megfeleljenek. Több esetben a magyar közút is dolgozott az elmúlt 24 órában, sőt jelen esetben is helyreállításokat, karbantartásokat végeznek, és folyamatosan az útellenőrök odafigyelnek azon jelenségeket, amikor kereszttáblák el vannak fordulva, illetve meg vannak sérülve, és az elmúlt napok időjárásainak kapcsán több kereszttábla is még jelen pillanatban helyreállításra vár. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra! Új vezetőedzője van a Nyíregyháza Spartakusznak, a klubot 2007-ben az NBA-be juttató Gálhidi György visszatért a Szvari kispadjára. A legutóbb Kazincbarcikán dolgozó szakember munkáját a szintén visszatérő Huszák Géza, valamint Szatke Zoltán segíti másodedzőként, a kapusedző Pintér László, az erőnléti edző Darabos Balázs marad. Sándor István szakmai tanácsadóként tér vissza Nyíregyházára, ifjabb Sándor István pedig játékos megfigyelőként lesz tagja a szakmai stábnak. A korábbi vezetőedző Lengyel Roland visszatér a Bozsik Akadémiához, a volt sportigazgató Ambrusz Árpád pedig videóelemzőként segíti a felnőtt csapat munkáját. Az én kérésem volt elsősorban, hogy már most szezon közben lehetőleg vegyük át a csapatot, mert az is szóba került, hogy esetleg ma nyáron, vagy esetleg már most. Én az a véleményem, amikor 2006-7-ben bajnoki címet nyertünk, akkor is az előző szezon utolsó 5-6 meccsét mi csináltuk már a Gézával, és nagyon nehezen indult el. Most is biztos, hogy meg kell szoknunk a játékosoknak az edzésmódszerünket, a személyiségünket, a elvárásainkat, a kötelmeiket, úgyhogy ilyen szempontból rendkívül örülök ennek, hogy itt most történik meg. Én nagyon bízom benne, hogy lesz folytatás, és még május végén folytatódik a bajnokság. És mondom elsősorban az, hogy a nyárig lássuk, hogy kire számíthatunk, ki az, aki meg tudja oldani a magas szintű teljesítményt, a feljutásnak meg tud felelni. Tehát ilyen szempontból fogjuk tesztelni és vizsgálni a fiúkat és a csapatot. A 66 éves szakember edzői pályafutása során több csapatot is feljuttatott az élvonalba, így Nyíregyházán is ez az elvárás vele szemben. Ez az elsődleges cél. Nem azonnal, tehát nincs nyomás rajtunk, túl nagy nyomás, tehát minden munkában van nyomás, mert egyrészt az ember is saját magára is nyomást gyakorol, mert szeretne minden jobban teljesíteni. De 1+1 éves szerződésünk lesz, vagy van. Az első év az 5.-6. hely elérése a cél, és utána a második évben már egyértelműen a feljutás a cél. Természetesen én meg a stábon is már az elsőben szeretnénk ezt teljesíteni, de mondom, ez így ideális, és nagyon jó, lehet nyugodtan dolgozni, és lehet építeni jó csapatot. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 28-án, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!